Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A mai esti vendégem a tengeren túlról jelentkezik. Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke Washingtonban adott tájékoztatást a romániai magyarokról és a közösség előtt álló kihívásokról. Az amerikai külügyminisztérium, a szenátus és a képviselőház munkatársaival egyeztetett, illetve a washingtoni magyarokkal találkozott. A közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint azt kérte partnereitől, hogy amikor Európa felé tekintenek, kiemelten figyeljenek Romániára és az erdélyi magyarságra is. A 24 plusz első felében Kelemen Hunorral beszélgetek, majd Pataki István újságíró kollégám lesz a vendégem. A téma ugyanaz, mit tehet Amerika értünk, romániai magyarokért. Kelemen Hunort köszöntöm, jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meg hívásunkat. Jó estét kívánok! Elnök úr, Bukarest, Brüsszel, Budapest, ez az a három főváros, amely a legtöbbször szóba kerül akkor, amikor az erdélyi magyarokról beszélgetünk, az erdélyi magyarok jogairól, a jogérvényesítésről beszélünk. Hogyan illeszkedik ebbe a hármasba Washington? Mindig fontosnak tartottuk, hogy az amerikai törvényhozókat, illetve az adminisztrációnak a képviselői tájékoztassuk arról, ami a régióban történik. A 90-es években az első lépések megtételekor a többség-kisebbség párbeszédben nagyon sokat segített az Amerikai Egyesült Államok. Nyilván azóta sok minden átrendeződött a világban, és a térség, a mi térségünknek a geopolitikai viszonyai meghatározzák azt, hogy mire figyelnek és mik a prioritások. Ezért azt mondtam és azt mondom, hogy az etnikai kisebbségek jogai nem csak emberjogi perspektívából fontosak, hanem biztonságpolitikai kérdésként kell megközelíteni, és hogyha biztonságpolitikai kérdésként közelítjük meg, akkor a stabilitásnak az egyik nagyon fontos tényezője, hogy egy etnikai nemzeti kisebbség, a mi esetünkben az erdélyi magyarok, a romániai magyarok, hogyan érzik magukat, és mennyire stabil az ő helyzetük az intézményes garanciák, a törvényes garanciák, az identitás megőrzéséhez, milyen garanciákat tud nyújtani a román állam. És ezekről beszéltünk, különösen abban a perspektívában, és erről beszéltem én mindenkivel eddig, és a következő napokban is ez lesz a téma, hogy ebben a bizonytalan helyzetben, amikor a régi félelmek felerősödnek, amikor az etnikai kisebbségek a háborús pszichózisnak a következtében akár célponttá válhatnak, a szélsőséges fasiszta, magyar ellenes, antiszemita erők megerősödnek, és nem szabad engedni, hogy teret nyerjenek. Ezért fontos követni, hogy mi történik egy etnikai kisebbséggel a régióban. Fontos követni azt, hogy mi történik az egyházi ingatlanokkal, mert az a közösségi jognak, a tulajdonjognak, a vallásszabadság gyakorlásának a fontos eleme, és kell követni azt, hogy mi történik a feltörekvő, a megerősödő szélsőséges magyar ellenes pártokkal, és figyelmeztetni kell folyamatosan Romániát, a román politikai elitet, egyrészt, hogy a kisebbségi, etnikai kisebbségi jogokat biztonságpolitikai szempontból is vizsgálja, másrészt a tulajdonjognak a visszaállítása továbbra is prioritás kell, hogy maradjon, harmadrészt pedig bátornak kell lenni a román politikai elitnek, hogy a szélsőséges, a mi esetünkben természetesen ez az AUR ezt a pártot elszigetelje, és ne vegye át az AUR-nak a témáit, abban reménykedve, hogy ezáltal szavazatokat nyer. Ilyen kérdésekről beszélgettünk, ezeket a kérdéseket feszegettük szenátorokkal, képviselőkkel, szakértőkkel a különböző think tankekben és az amerikai külügyminisztériumban. Elhangzott egyébként itt Romániában is az már, a választások után értelmiségiek egy csoportja nemrégiben ön is hangsúlyozta azt, hogy a szélsőséges erőket, az AUR-t azt el kell szigetelni, a román nagypártoknak bátornak kell lenniük ebben. Miben lehet más Amerikának a szava? Ha Amerika mondja, akkor inkább figyelnek erre, akkor jobban elhiszik ezt? Románia mindig odafigyelt arra, amit az Amerikai Egyesült Államokból mondtak. Románia mindig próbált alkalmazkodni azokhoz az elvárásokhoz, amelyeket a nyugati szövetségesei megfogalmaztak, és ez így volt a 90-es években, így volt hosszú ideig. És én azt mondtam, hogy most ebben a háborús régióban, ahol orosz-ukrán háború folyik, ahol más konfliktusok is időnként kikirobbannak, a fegyverek mellett fontos az értékeknek, a stabil értékeknek a képviselete. És igen, egy etnikai kisebbségnek, egy közösségnek a jogai,
hogy hogyan él, az ilyen érték, és erre oda kell figyelni. A szövetségesek között őszintén kell beszélni. Én azt mondtam, hogy féltem a saját közösségemet, hogy mi lehet, mi történhet, hogyha sok rossz taktikai döntést hoznak a politikai vezetők, és féltem az országot, amelyben élünk, Romániát, mert itt a periférián ma a nyugati világhoz tartozunk, de ez nem volt mindig így, és ez nem garancia, hogy ami ma így van, az holnap is így lesz. Az erdélyi magyaroknak pedig az a fontos, és ez a legfontosabb, hogy biztonságban éljenek, szabadon dönthessenek a saját identitásuknak a gyakorlásáról, legyenek intézményes garanciák, és legyen biztonság, legyen stabilitás. Ön azt mondta itt az imént, hogy a 90-es években Amerikának fontos szerepe volt a nemzeti kisebbségek jogainak a támogatásában. Tavaly volt 25 éves a román-amerikai stratégiai partnerség, és akkor ön azt mondta, idézem, nagy hiba lenne Washington részéről, ha ezt a célt szem elől tévesztené a továbbiakban, és azt gondolná, hogy ezen a területen, mármint a nemzeti kisebbségek jogainak a támogatásában nincs már több dolga. Konkrétan mi az, amit elvárhatunk, amit tehet Amerika az erdélyi, a romániai magyar kisebbségért? Azt a figyelmeztetést kell megtenni, amiről korábban beszéltem. És a State Departmentban meg azt kértük, hogy az éves emberjogi jelentésben ne filmmondatok szerepeljenek a térségről és a mi problémáinkról, hanem erőteljesen hangsúlyozzák, hogy még nem értünk el az út végére, még út közben vagyunk, és lelassultunk az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásában például. A nyelvi jogokat, a közösségi szimbólumok használatának a jogait folyamatosan támadják, és hogy erre figyelmeztesse az Amerikai Egyesült Államok Romániát, hogy nem ez a helyes út. Ezt teheti szövetségesek között, az őszinte beszédnek helye kell, hogy legyen. Ezt mondtam egyébként Amerikában, ezt mondom otthon, ezt mondom mindenhol, mert én abban hiszek, hogy akkor van stabilitás, akkor van béke, akkor van jólét, szabadság, hogyha a többség és az etnikai kisebbség viszonya rendezett. A politikum mellett találkozott ön az amerikai magyarokkal is. Miért tartja fontosnak ezt a találkozót? Tájékoztatás, beszélgetés, egymásnak a jobb megismerése. Amerikában rengeteg olyan ember él, magyar ember, akár első, második generációsok, akiknek nagyon nagy hálózati kapcsolata van az Amerikai Egyesült Államokban, Washingtonban, és nem csak. És ők ezeket a kapcsolatokat nagyon szívesen használják, és arra kértem, hogy használják is akkor, amikor különböző helyzetekben szóba kerülhetnek az erdélyi, romániai magyarok jogai. És ezekről beszélgettünk, hisz itt az üzleti élettől a politikáig, a tudományos élettől, az akadémiai élettől, az egyetemekig nagyon-nagyon sok helyen élnek, dolgoznak magyar emberek, akik kíváncsiak arra, hogy mi történik Romániában, mi történik Erdélyben. Ezek közül sokan erdélyi gyökerekkel rendelkeznek, Erdélyből származnak, és nagyon nyitottak, és nagyon érdeklődőek, és segítőkészek. Ez természetes, hogy velük találkozunk, hisz mindannyian magyarok vagyunk, csupán más országban, más körülmények között élünk. Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, köszönöm, hogy bekapcsolódott a 24 pluszba, és válaszolt a kérdéseimre. Pataki István, a Mazol.ro portál főszerkesztő helyettesével folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban. Szervusz István, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó estét, szervusz! Bukarest, Budapest, Brüsszel, erről beszélgetünk Kelemen Hunorral, hogy ez az a három főváros, amelyről a legtöbb szó esik akkor, amikor kisebbségi kérdésről beszélgetünk. Erre a tengelyre hogyan illeszkedik, vagy ebbe a tengelybe, ebbe a hármasba hogyan illeszkedik a te meglátásod szerint Washington, illetve mekkora szerepe van Washingtonban annak a városnak, illetve annak az Amerikának, amely nagyon messze van tőlünk? Igen, ha már a tengelyt említetted, akkor azt hiszem, hogy például Budapest tekintetében egyértelmű a kép, tehát a teljes támogatás az megvan minden szempontból a magyar kormány részéről, és ez már jó ideje, így van több mint 10 éve. Brüsszel kapcsolatában már vegyesebb a kép, ugye ott látjuk, hogy az Európai Bizottság részéről főleg van egy érdektelenség a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban.
Amerika pedig tényleg egy külön tényező. Amerika én szerintem Romániára elsősorban egy geopolitikai szereplőként tekint. Hát Európára is természetesen. És ezért most különösen fontos egyébként Amerikának Románia, hiszen éppen egy háború zajlik a szomszédban. Ezért nagyon fontos, hogy az amerikaiak tudjanak egyáltalán arról, hogy itt van egy magyar kisebbség, amelynek megvannak a specifikus problémái, gondjai. És ami különösen fontos szerintem Amerikának, hogy valóban stabilitás legyen. Ez jelentheti akár azt is, hogy fontos, hogy mondjuk a magyar képviselet az akár a román kormányzatban, ha lehet, ott legyen, de nagyon fontos, hogy ne legyenek konfliktusok. És itt a térségben Oroszországnak azt gondolom mindenképpen érdeke, hogy legyen valamiféle konfliktus Romániában, tehát egy magyar-román konfliktus jól jönne Oroszországnak, de megkockáztatom, hogy még Ukrajna is örülne, mert ki tudná játszani belpolitikailag, akár a magyarokat hibáztatva egy ilyen konfliktusba, tehát nagyon fontos, hogy ilyen szempontból itt legyen egy stabilitás, és ezzel érvelni Amerikában azt hiszem, hogy kifejezetten jó. Erre az amerikaiak figyelnek, erre van nyitottság, van érzékenység. Hát azt mondod, hogy igaz akkor az, hogy nem az emberjogi kérdések felől kell megközelíteni a kisebbségi kérdést, hanem a biztonságpolitikai oldaláról, és azt mondani, hogy ha nincs tehát hogyha nincs rendben a kisebbségekkel, minden a kisebbségek nem érzik elégedetnek magukat, akkor nem lehet stabilitás Romániában, és ez felveti a biztonságpolitikai kérdéseket, és ha a háborús mellett lévő országról beszélünk, akkor rendkívül fontos, hogy itt Amerika ne kelljen puskaporos hordóként tekintsen, most lehet, hogy túlzás ez a hasonlat, de hogy így tekintsen Romániára. Az emberi jogokat ugye Amerika folyamatosan hangoztatja. Kisebbségi jogokat is mindenféle kisebbségre levetítve, nagyon jól tudjuk, hogy ez retorikában egy nagyon kedvenc téma, úgy tetszik az amerikai diplomácia részéről, de amikor lényegi döntésekről van szó, akkor csak és kizárólag Amerikának a stratégiai érdeke számít, és Amerikának az a stratégiai érdeke, hogy itt nyugalom legyen. Hát azért kevés, hogyha elmegyünk és azt mondjuk, hogy elégedetlen a magyar kisebbség, hanem konkrétan itt most azért fontos Amerikának, mert van egy olyan háború itt a környékünkön, amit súlyos bittana az, hogyha Romániában bármilyen szempontból instabilitás lenne, már pedig jövő évben választások lesznek, és valóban megvan annak a veszélye, hogy egy olyan párt erősödjön meg, az AUR, amely teljes mértékben kiszámíthatatlanná tenné a román politikát, ha adott esetben nagyon megerősödne, és még azt sem mondom, hogy hatalomra jusson, mert azért attól talán távol vagyunk, bár fene tudja, mert lesz egy nagyon, nagyon izgalmas elnökválasztás véleményem szerint jövő év végén, de mindenképpen ez a párt egy olyan tényező, ami súlyos kérdéseket vet fel belső biztonságpolitikai szempontból, de külpolitikai szempontból is, hiszen azért az AUR-nak a nézetei meglehetősen szétértelmek. Hát az AUR-ról még beszélgetnénk a ma este folyamán, de maradjunk még egy kérdés erejéig Amerikánál. De Románia hangsúlyosan kellett, hogy figyeljen Amerika szavára akkor, amikor a különböző nemzetközi szervezetekbe való felvétele volt a tét. Most igazából a schengeni csatlakozás, a schengeni térséghez való csatlakozás az, amiben, vagy ami ott lebeg Románia előtt célként, de hogy abban igazából óriási beleszólása Amerikának elméletileg nincs. Hát azt akarom ezzel kérdezni, hogy van, amiért tartson Amerikától Bukarest? Ha már említetted Schengent, van egy nagyon fontos kérdés a magyar-amerikai viszonyban, az a vízummentesség kérdése. Hát Románia erre törekszik hosszú évek óta, és
még nem sikerült elérni, vannak arra ígéretek, és ne, szerintem olyan ígéretek van, mint a Schengeni csatlakozáshoz. Annál én szerintem nagyobb esélyt látok, hogy jövőre megvalósuljon, mint az amerikai vízummentesség, mint a Schengeni csatlakozás, de hát Romániának az egész politikája az utóbbi 20-25 évben az gyakorlatilag az amerikai partnerségre épül, de ezt a partnerség, ez egy nagyon finom szó, és úgy, mintha úgy tűnne, hogy itt két egyenlő fél van ebben a játszmában, természetesen nem erről van szó, hanem gyakorlatilag Románia teljes mértékben az amerikai érdeke kiszolgálójaként politizál. Én nem mondom, hogy ebből nincsen, vagy nem lehet valamiféle előnye, hiszen azért Amerika mégiscsak egy fontos biztonsági tényező, és Romániának nagyon fontos Moldova kérdése, tehát főleg most a háborús helyzetben ugye neki fontos, hogy Moldova ügyében is legyen egy erős amerikai támogatás arra vonatkozóan, hogy Moldova is valamiféle védelmet kapjon. Mindenesetre ez a kapcsolat, ez meglehetősen egyoldalú, de én nekem azért olyan illúzióim nincsenek, hogy most Washington majd Bukarestnek megmondja, hogy már pedig akkor ilyen és ilyen jogokat biztosítsatok a magyaroknak, tehát Amerika számára Románia azért, ha úgy tetszik, sajnos fontosabb geostratégiailag, mint hogy ilyen kérdésekben szóljon bele Amerikának. Ami fontos, hogy ne legyen konfliktus, ne legyen etnikai konfliktus. Kelemen Hunornak az amerikai látogatása mit hozhat, mivel járhat? Most nyilván nem arra kell gondolni, hogy hazajön és másnap minden meg fog változni Romániában, és autonómiát kap Erdély, tehát hogy nem kell elmenni a képtelenségekig. De mit ér? Milyen haszna lehet egy ilyen tájékoztató körútnak? Kelemen Hunor személyében ugye egy volt román, nem is olyan régen, volt román miniszterelnök helyettesről beszélünk. Tehát első kézből kap képet Amerika a román belpolitikáról, és egy olyan képet kap, ami azért mégiscsak magyar szempontból mutatja be a helyzetet. Ez rendkívül fontos, mert hogyha román partnerekkel tárgyalnak Amerikába, már pedig rengeteg ilyen találkozó van, főleg arról szólnak ezek, hogy milyen üzletet köt Románia, katonai üzletet úgy, hogy Amerika jól járjon és Románia fizessen, de zárójel bezárva. Tehát azt gondolom, nagyon fontos a magyar szempont megjelenése egy Románia képben. Ez mindenképp fontos. A Kelemen Hunor hangsúlyozta azt, hogy rámutatott a partnereinél, hogy jelenleg nem kedvez a közhangulat a kisebbségi jogok bővítésének, és nehezettek az érdekérvényesítési lehetőségek az ukrajnai háború nyomán. Hogyan kell értelmeznünk ezt, hogy itt akkor amíg zajlik a háború, addig óriási előrelépésre nem számíthatunk? Hát én attól félek, hogy amúgy sem számíthatunk óriási előrelépésre. Az utóbbi 10-15 év az azért nem azt mutatja, hogy óriási előrelépések vannak. Én nem is azt gondolom, hogy óriási előrelépésekre van szükség, hanem arra van szükség, hogy legalább a megszerzett jogok érvényesüljenek, hogy ne legyen egy nacionalista hangulatkeltés például az elkövetkező évben, amikor ugye három választás jön egymás után, és valóban Románia teljesítse azokat a vállalásokat, amelyeket adott esetben a saját törvényei is előírnak. Tehát egyszerűen sok esetben nálunk arról van szó, hogy nem érvényesülnek azok a törvények, amelyek egyébként rendben lennének, tehát tudatosan akadályozzák. Hát itt, amikor a restitúcióról beszélünk, akkor ilyesmikről is beszélünk, vagy az igazságszolgáltatásban történnek olyan lépések, amelyek tudatosan, rossz indulatúan, ha úgy tetszik, akadályoznak olyan jogokat, amelyek egyébként megvannak. Kelemen Hunor Amerikában arról is beszélt, hogy a szélsőséges, populista, fasiszta erőket, tehát az AUR-nak a politikusait el kell szigetelni, és
és meg kell akadályozni, hogy a kormányra jussanak, mert hogy nem csak a magyar kisebbségnek, hanem mindeni kisebbségnek az ellenségei ezek az erők. És most kormányra jutásról beszéltünk, de Kelemen Hunor a hétvégén egy kolozsvári pódiumbeszélgetésen azt mondta, hogy nem zárható ki az, hogy Giorgio Simeone ott lesz az államfőválasztások második fordulójában, és az sem zárható ki, hogy az államfőválasztásokat ő nyerje meg. Mennyire elképzelhető ez a forgatókönyv? Azt kell, hogy mondjam, hogy elképzelhető, tehát az AUR-nak a támogatottsága, az látjuk, hogy folyamatosan nő, a kormányzó pártoké valamennyire csökkenhet, hiszen a kormányzás az általában ezzel jár, tehát van valóban egy elég veszélyes folyamat, és ha már ugye Amerikáról beszéltünk, akkor Amerika szempontjából azért fontos, hogy erre a kérdésre figyeljen, tehát hogy mondjuk tudtára adja, mint annyi minden más kérdésben is, azért itt az amerikai nagykövetség erős befolyással van a román belpolitikára, tehát mondjuk, hogy azért finoman tudtára adja a román pártoknak, hogy egy ilyen párta, mint az AUR nem jó koalícióban gondolkozni sem, mert látunk most már jeleket arra, hogy bizony a két nagy kormányzó párt elmozdult abba az irányba, hogy egyelőre helyi szinten, és látjuk ezt itt Marosvásárhelyen, akár koalíciókra is hajlandó a magyar ellenes AUR-ral, mondjuk itt annak érdekében, hogy leváltsa a magyar polgármestert. Gondolod, ez úgy működik, hogy kormányalakítás előtt valaki a nagy pártokból elmegy, és megbeszélik az amerikai nagykövetségnek a munkatársai, vagy akkor hogyan is szeretnék ők, hogy legyen? Mindenképpen az amerikai diplomácia tudja, hogy hogy adjon olyan jelzéseket a kormányzó pártoknak abba az irányba, hogy ezt Amerika nem nézné jó szemmel. Egyébként ezt az Európai Unió bizonyos vezetői is használják, ezt a taktikát, tehát nincs ebben szinte semmilyen titok. Tehát ezt akár egy nyilvános keretek között is meg lehet tenni, akár interjúkban is. Tehát és azt gondolom, hogy ilyen jelzések lesznek is, de mindenképpen fontosak, hogy legyenek, hogy ne gondolkozzon egyik nagy párt se abba, hogy esetleg az AUR-t hatalomra segíti, hiszen az destabilizálhatja a román belpolitikát, onnantól kezdve nem lehet majd tudni, hogy Románia bizonyos kérdésekhez hogyan fog viszonyulni, hiszen azt látjuk az AUR-nál, hogy egyelőre még az sem egyértelmű, hogy nincs-e külföldi befolyás az AUR-on, és itt Oroszországra gondolok. Mikor AUR-ról beszélünk, és az AUR jelentette fenyegetettségről, akkor ugye azt mondja, a politikusok ezt mondják, politikusok azt mondják, politikusok kongatják a vészharangot. Szerinted a romániai magyarok, az erdélyi magyarok érzékelik azt, hogy mekkora veszélyt jelent az AUR népszerűségének a növekedése, mekkora veszélyt jelent az, hogy a szélső jobboldali eszmék azok terjednek, a szélső jobb az beelőzi itt lassan a történelmi pártokat? Nem biztos, hogy érzékelik. Ráadásul még rosszabbat mondok, olyan magyarok is vannak, akik támogatják, vagy támogatták az AUR-t. Ne felejtsük el, hogy az AUR-nak volt egy erőteljes oltás ellenes kampánya, és bizony azért voltak akkor olyan hangok, akik erre igenlően bólogattak, tehát meg az AUR-nak vannak olyan üzenetei, amelyekkel tulajdonképpen még egyet is lehet érteni, és ezért rendkívül veszélyes, hiszen azért a magyaroknak annak mégiscsak eszükbe kell jusson, vagy nekünk magyaroknak, hogy 2019. június 6-án az ominózus uzvölgyi temetőfoglalás az ezer szállal kapcsolódik az AUR-hoz, és mindenféle magyar ellenes megmozdulás ezer szállal kapcsolódik az AUR-hoz. Tehát ne legyenek illúzióink, tehát ez a párt akkor is magyar ellenes, amikor éppen nem tesz ilyen megnyilatkozásokat a parlamentben, de hát ismerjük a figurákat is, akik ott vannak, hát csak Dántanászot említem, de nyilván sokan mások is vannak még, akiket itt nevesíteni lehetne, akik magyar kérdésekben
folyamatosan rendkívül aktívak és rendkívül negatív szerepet játszanak. Erre mindenképpen azért ezt látni kell, ezt az oldalát. Itt az AUR nem csak arról szól, hogy nagyszerű fordulatokkal és kijelentésekkel bírálja azt a kormányt, amiről természetesen meg lehet a véleményünk, hanem jelenthet egy rendkívüli veszélyt is, már a kampányban is. Már a kampányban is egy-egy látjuk provokatív, áurós fölvonulás, menetelés. Sose tudjuk, hogy mikor jön egy olyan szikra, hogy valamiféle összecsapásba, kisebb konfliktusba torkolik, és már is meg lehet a baj. Azért nincs olyan messze 1990 márciusa. Van még szűk két percünk. A szuperválasztási évnek a hangulatát egyértelműen ez fogja meghatározni? Az AUR tematizálni fogja a választási kampányt? Az AUR által terjesztett eszmék? Meglátjuk, hogy hogyan viszonyul a valóban a két nagy kormánypárt. El lehet szigetelni? El tudják szigetelni, ha akarják? Nem tudom, hogy el lehet-e szigetelni. Meglátjuk, hogy mi lesz az ő stratégiájuk, tehát, hogy mivel foglak előjönni. Én azt gondolom, hogy természetesen nem kell átvenniük az AUR-nak az üzeneteit, de valamiféle változást kellene azért a politikában, kellene egy nagyobb empátiával viszonyulni az emberekhez. Ezt kell végre megértenie a román kormányzásnak, de én szerintem például a brüsszeli vezetésnek is nagyobb empátia az emberek felé, az emberekkel olyan dolgokról kell kommunikálni, és olyan dolgokba kell az emberek érdekeit védeni, amelyek a mindennapos életüket befolyásolja, nem valamiféle ilyen szlogenek mögé bújni a választásokon. Tehát ilyen szempontból valamiféle stratégiaváltásra van szükség, mert hogyha nem, akkor megvan arra az esély, hogy az AUR határozza meg, vagy az AUR üzenetei legyenek a leghangosabbak a kampányban. Pataki István, a maszol.ro portál főszerkesztőjelettese. Köszönöm, hogy itt voltál a 24 pluszban és válaszoltál a kérdéseimre. Köszönöm a meghívást. Önöknek, tisztelt nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Markó Béla, az RMDS Sport szövetségi elnöke lesz a vendégem. Ha tehetik, tartsanak velünk, legyen szép estéjük. Viszontlátásra.